Többféle sirályfaj létezik a Földön, amelyek bizonyos szempontból hasonlítanak egymásra, de kis eltérések is vannak közöttük. És hogyha megyünk körbe a Földnek a térképén, akkor más-más földrészeken másféle sirályfajok élnek. Az evolúcionista tudósok azt állítják, hogy ez valamiféle bizonyítéka lenne a fajok egymásból való kifejlődésének. Azonban valójában semmi bizonyíték nincs rá, hogy ezek a fajok egymásból vagy egy közös őstől erednek. Lehet, hogy mindig is ugyanolyanok voltak, mint amilyennek ma ismerjük őket. Szóval az ilyen úgynevezett bizonyítékoknak az értéke csak annyi, mintha nullát nullával szorozzuk. Ez arra utal, hogy valójában az evolúcionista gondolatnak a hátterében és az erős védelmezésének a hátterében inkább valamiféle világnézeti elkötelezettség van. Napjaink tudományában sok tudós evolúcionista és nem csak evolúcionista, hanem materialista, ateista módon gondolkozik. És ezért próbálja a fajokat egy felsőbb értelem beavatkozása nélkül eredeztetni. Ez azonban valójában nem egy tudományos megközelítés, hanem inkább egy világnézeti, egy hitbéli dolog. A fajok ugyanis teljesen jól értelmezhetőek és magyarázhatóak egy olyan paradigma, egy olyan gondolkodásmód fényében is, amely szerint egy magasrendű értelemnek az alkotásai. És hogyha megnézzük a madaraknak a szépségét, akkor azt is gondolhatjuk, hogy ez a felsőbb értelem nem csak szuperintelligens, de nagyon jó művészi, esztétikai érzékkel is rendelkezik.